Nagy tisztelettel köszöntöm a Lícom Televízió kedves nézőit. Férfi kézilabda bajnoki mérkőzésről jelentkezünk a Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokból, ahol a házigazda SBS-e Gereszterházi Szabadidős Sport Egyesülete csapata a Békési FKC gárdáját látja vendégül, az ötödik a hatodikkal, legyen előjáróban ennyi elég, és akkor nézzük a főszereplőket, majd időközben megismerkedünk velük. A mieinknél, mint láthatjuk, Juhász Zoltán kezd bal szélen, Kis Gergő a bal átlövő, Juhász Karcsi irányító, Padlajoci jobb átlövőben, Lezák Áron lesz a jobb szélsőnk, és úgy látom, hogy beállós pozícióban Szilágyi Dávid kezd a mieinknél, és mi kezdtük a találkozót, tehát a Békés ellen. Nagy a tülekedés ott az 5.-6. hely környékén, sőt ott a 3.-4. hely környékén is, hiszen itt a fordul elején, miközben itt a mérkőzés első gólja Padla József szerezte ezt. Fontos lenne ezen a mai mérkőzésen a 2 pont begyűjtése, hiszen a Békés itt a fordulót megelőzően eléggé a nyakunkon volt. Ami azt jelenti, hogy egyetlen egy pontra voltak tőlünk a Békés megyei fiúk a fordulót megelőzően, amennyiben a mai meccsen sikerülne nyerni. Itt közben egy lövési gól. Varsandán Áron a gólszerző, ezzel 1-1. Tehát amennyiben sikerülne a mai meccsen nyerni, akkor 3 ponttal leszakítanánk a Békés gárdáját, ami azért is lenne jó, mert hát azért nem kellene akkor nagyon-nagyon hátra tekinteni most a következő forduló. Persze azért nem árt az óvatosság, de mindenáron jó lenne az, hogyha inkább előre tekinthetnénk, mint sem hátra az üldözők. De, és hát azért is lenne jó az a 2 pont, mert a tabellán ugye a Nyíregyháza nyert, a Törökszent Miklós ugyanakkor kikapott, ami azt jelenti, hogy a harmadik Törökszent Miklós 28 ponttal rendelkezik, a Nyíregyháza szinte 28-al, és ha mi nyernénk, akkor 26 pontra faragnánk úgymond 2 pontra a hátrányunkat. Igaz, mi egy meccsel többet játszottunk, mint az előttünk álló riválisok, de hát akármi benne lenne, mi akkor a pakliba esetleg még egy dobogós helyezést is elcsíphetnénk, pláne, hogy a következő fordulóban pont Örökszent Miklósra látogatnak majd a mieink. Ez azonban a jövő zenéje. Nézzük ezt a mérkőzést, hiszen úgy gondolom, hogy a Békés ellen is egy igazi rangadót vívhatnak majd most a fiúk. Juhász Károly Lezáknak a jobb szélre, Lezák pedig bele a kapusba. Marad az 1-1, és fordulhatnak a vendég békésiek. Pasztlá jobb szélre, így van, Ivány Bálint is mutatja itt a kispadon a mieink edzője, hogy ez a labda már kint volt az oldalvonalon túl, tehát bedobással mi jöhettünk. Juhász Karcsi, itt a bal szélen üresen maradt egy pillanatra, mégsem indult el a kapu irányába, így viszont akkor felállunk és újra építhetjük a támadásainkat. Egyébként ősszel a két együttes békési összecsapásán döntetlen állás született, döntetlen eredmény született egészen pontosan. Megosztoztak tehát a pontokon a felek, és hát ott is egy szoros jó csatát láthattak a nézők, itt pedig a második egri gólt, Szilágyi Dávid ennek a szerzője, 2-1. No hát akkor nézzük tovább a mérkőzést. Az előző fordulóban egyébként a mieink Nyíregyházán játszottak, ahol a fél időben még 1 góllal vezettünk a szünetben. Egyébként az első fél idő alatt 4-jel is tudtunk vezetni a házigazda nyírségiekkel szemben. Aztán a második fél időben valami megváltozott, gondolok itt a játékvezetésre. Én ugyan nem láttam a találkozót, viszont itt a beszámolók alapján, miközben itt a második békési gól. Ambrus József a gólszerző, ezzel 2-2. Tehát a beszámolók alapján mind Iványi Bálint, a mieink edzője, illetve a játékosok is azt mondták, hogy hát azért a második félidőben elég fura volt a bíráskodás, finoman fogalmazva is megkapta a hazai pályát a Nyíregyháza. Emellett pedig egyébként az első félidőben remeklő Juhász Károlyt sikerült semlegesíteni a második játék részre. Ez a két ok pedig bőven elég volt ahhoz, hogy a hazaiak megfordítsák a mérkőzést, és hát végül is 4 góllal megverjék a mieinket. Itt tehát Nyíregyházán a rangadó nem sikerült pontokat szerezni az SBS Egeresztenházi csapatának. Most lehet vigasztalódni a Békés ellen, de hát még egyszer mondom, nem lesz ez egyszerű feladat, hiszen a Békés, ha minden igaz, akkor most 6 meccset nyert Zsinórban a bajnokságban, és hát remek lendületből érkeznek ide a békésiek a viharsarokból, miközben Kis Gergő is remek lendülettel
ment fel a levegőbe, és ha már ott volt, akkor egy szenzációs lövést eresztette oda a jobb alsóba. 3-2, na, a találkozó 5. percében járunk. Egy évre szorosan alakult át az állás, nem sikerül egyik csapatnak sem meglógni a másiktól, viszont örömteli az a hír, hogy egyből a találkozó elején kezünkben ragadtuk a kezdeményezést, és hát csak mi vezettünk eddig. Üröm az örömben ugyanakkor, hogy minden egyes egri vezető duóra volt válasz eddig a Békés csapatának, eddig teszem hozzá, és most is ez a helyzet. 13-assal Farkas Bálint a gólszerző, ezzel 3-3. Hát akkor csapó 4, fogalmazhatnánk így is ilyen filmes nyelven fogalmazva. És mit meg kell szerezni a vezetés döntetlen állásról, ugye 0-0-nál, 1-1-nél, 2-2-nél is nekünk sikerült ellépni, hát most 3-3-nál se ezen a feladat. Padla Kis Gergőnek megint, Kis Gergő egy pillanatra úgy tűnt, mintha beleforduna az ellenfelébe, legalábbis a Békés játékos ezt próbálta eljátszani egy félig, meddig itt pedig a Juhász Károly féle löketet láthatunk, ami sajnos a kapu fölé vágódott. Itt a képünk alján Gávai Ferencet láthatok, a Békés együttesének trénerét. Hát véletlenül ő is azért jött ide Egerbe csapatával, tehát arra készítette fel a játékosait, hogy bizony itt most Egerben szeretnének 2 pontot szerezni a miénktől. Egyébként, hogyha már kicsit a statisztikánál tartottunk, illetve a történelemnél, és azt mondtam, hogy a két együttes ősszel döntetlent játszott egymással, hát a sors furcsasága talán közben Padla gyönyörűen megetette ott a védőket, aztán pedig a második gólját szerezte. 4-3, megint sikerült átvezetnünk, és hogy visszatérek ide a sztorimba, azt akartam mondani, hogy a két együttes előző szezonbeli két NB1B-s mérkőzésén is egyaránt döntetlen született. Emlékeztetünk, hogy előbb ősszel itt Egerben a Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban, tehát ugyanebben a létesítményben, 28-28 lett ez a mérkőzés. Nem tudom, kedves nézőink, emlékeznek arra a találkozóra, emlékezetes volt, az biztos. Hiszen hát aki nem a helyszínen itt a körcsarnokban tekintette meg az összecsapást, az megnézhette nálunk a Liczom televízióban. Úgy alakult 28-28-ra a végeredmény, hogy egy hát gyakorlatilag idegörlő meccs volt, de ide kell repódani hozzáér, de így is bent van. Így 4-4. És megint Varsandán Áron a gólszerző. Második találata már ez. Tehát visszatérve arra a 28-28-as meccse, a találkozó utolsó másodperceiben egy szabad dobásból sikerült bocsánat, gólt lőni a Békésnek, méghozzá az egykori kiváló válogatott játékos jó voltából Mohácsi Árpádtól. És hát így lett döntetten a mérkőzés, aztán tavasszal a két együttes visszavágóján is pontosztozkodás született, mint ahogyan most ősszel is Békésen, tehát az elmúlt 3 mérkőzésen, amikor ez a két együttes összecsapott, rendre döntetten állás született, reményeink szerint ma a mieinknek sikerül megtörni ezt a sorozatot, mert hogy azért itt már 3 meccsről beszélünk, ez bizony egy sorozat. No de hát akkor nézzük tovább a mérkőzést, 4-3-ra vezetünk, most nem sikerült megragadnunk azt a lehetőséget, hogy 2-vel átvegyük a vezetést, ellenben a Békés megint támadhat az egyenlítésért. Varsandán, Kósa, megint Varsandán, 2-essel láthatjuk Ambrus Józsefet, Ambrus József is lőtt már egy gólt. Na bocsánat, nem is 5-4 van, 4-4 természetesen, kicsit elszámoltam magam, tehát nem vehettük volna át 2-vel a vezetést, csak 1-jel. Hiszen kilöki Juhász Károly a Békés játékost onnan a falból, jár a szabad dobás, itt pedig egy távoli lövés, de nem volt jó. Repo Dániel, a miénk kapusa pedig hát egyértelmű fölénnyel tudta ezt a labdát megszeredíteni. Juhász Károly lő, gól, jó van. Juhász Karcsi első találata, az 5. egri gól, 5-4 ezzel. Jól van, vezetünk. Két játékvezetőre nem volt szó, Horváth Zoltán és Simó András a mérkőzés bírói, bírái, hogy fogalmazzak így, illetve Herceg József a meccs ellenőre. A versenybírója, fogalmazunk így szakszerűen, a Varsandán. Ambrus, majdnem elszórja. Kósa, most megint Ambrus, ajaj, figyeljünk mellé, viszont valószínűleg lesz itt egy sárga lap, hogyha még van a játékvezetőknek, nem is számoltam. Jár a sárga lap, és úgy látom, hogy Padla Józsefre mutattak a sípmesterek. Így is van, Padla József
Tehát még ez belefért, egy sárgalappal megúszta Padlay Oczi, igen, volt ott azért egy lökés, egy kis rángatás, mezrángatás. És lepoddani véd, nagyszerű, jól van, jól van, jól van. Most akkor el lehet menni 2 góllal, remélem, hogy a fiúk így lesznek. Kis Gergő, Padla, Padla messziről, és ott a gól, jól van. Padla második gólja ez, sőt, bocsánat, a harmadik. Ami azt jelenti, hogy először vezetünk a mérkőzésen 2 góllal, és ami örömteli, hogy a Békésnek egyáltalán nem... A békési szurkolók, akik itt vannak egy páran, egyáltalán nem tapsolhattak még vezetésnek, viszont... Annak most örülhetnek, hogy Milan Kuzmant kiállítják a játékvezetők 2 percre. Először tehát a vendég kékmezes együttes játszhat majd létszámfölényes szituációban egészen pontosan 2 percig, amennyiben ugye nem lesz újabb büntetés valamelyik oldalon. Hasonló büntetésre gondolok, ugye nem sárgalapra, hiszen az nem von maga után kiállítást. A bejátszás, az a labda megvan, jól van, jól van, jól van. Közben fújnak a játékvezetők is, hogy már egyébként is bezuhant oda a hatoson belülre Varsandán Áron. Tehát, hogyha véletlenül a Békésnél maradt volna a labda, akkor is visszakaptuk volna. Így viszont most 5-6 ellen támadhatunk ember hátrányban, tehát a közte 3-ért. Juhász, Kis Gergő, Juhász Karcsi, Padla, Lezák jön most be, illetve a két szélső, Juhász Zoltán bal oldalról, Lezák Áron pedig jobb oldalról, ott próbáltak egy kis zűrt teremteni, Juhász Zoltán pedig most a beállós pozícióját foglalja el ott a falban. Kis Juhász Károly, oly, mekkora gól! Nagyszerű, ember hátrányban tegyük hozzá, Juhász Károly második gólja, és összességében ez a 7. egri találat, 7-4. Jó van, ember hátrányban sikerül növelni előnyünket, 3 gól most már ezzel a két csapat közti differencia jelenállás szerint, ugye, hiszen azért még azt meg kell, hogy ezért rengeteg perc van, rengeteg idő van még hátra ebből a rangadóból, ebből a találkozóból. Varsandán. Kósa, ki a jobb szélre. Ott volt egy apró szabálytalanság, de hát nem baj, ezzel lehet tördelni a vendégek játékát. Sőt, hát ember hátrányban védekezünk, tehát nem is baj egyébként, hogyha nem tudnak gyorsan egymástán adogatni. Ez meg egy végtelenül pontatlan lövés volt. De csak azért jelzik a játékvezetők, mert egy egri kész hozzáért, így jöhetnek ismét a békésiek. Itt egy lövés, megint ez már gól. Győri Mátyás először talál a miénk kapujában a mai meccs folyamán. No és akkor most valamit itt tárgyalnak majd a zsűri asztalnál. Úgy látom, hogy 2 perces kiállítás lesz. Ambrus Józsefet állítják ki a játékvezetők. Megmondom ezt, hogy nem láttam, hogy mit csinált a vendégek 2. számú játékosa, de hát ettől függetlenül nem leszünk szomorúak. Azért, mert most 2 percig elvileg majd mi játszhatunk ember előnyben. Egészen pontosan 2 percig nem, mint láthatják kedves nézőnk, jelen pillanatban 5 mezőnyjátékos tartózkodik a pályán a mieinknél, ami azt jelenti, hogy még nem jöhet vissza Milan Kuzman kiállítása után, viszont amint vissza jöhet, kiegészült az egri együttes a kiállítás után, onnantól kezdve játszhatunk majd ember előnyben. Na nézzük addig 5-5 elleni játékot, de csak eddig Padla jön vissza, Padla! Csak szabad dobás, igen, igen, reklamál a közönség belülvérekezést. Való igaz, hogy hát eléggé bent volt a hatoson belül ez a békési játékos. De hát most ezúttal elmaradt a 7 méteres, és hát egyáltalán a találkozó folyamán eddig még egyetlen egy alkalommal sem láthatunk büntetőt. Juhász, Kis Gergő, most gyorsítjuk, Juhász Zoltán a bal szélről, és egy védés. 18-assal, és ott ez nem 18-as, a kapus. Elnéztem itt a számokat, 18-as természetesen Kósa Balázs, támadásban nála most a labda. És cserélnek a vendégek is, 4-essel a pályán Kovács Attila, ő jön ki most a jobb szélre. Győri, Kósa, vissza Győrinek. Na mi lesz ebből? Varsandán próbálkozott befutni, de ott nem lehetett. Ájj, viszont Győri, Mátyás a második gólját lőve ezzel, szerezve ezzel. Most ők lőnek gólt ember hátrányból, itt viszont egy zicser nálunk, jó van, Kis Geri. Nem mondanám, hogy gyakorta visszarendeződnek a védelmek eddig ezen a mai mérkőzésen.
Egyelőre viszont mégis mi jövünk ebből jól, hiszen a mieink vezetnek 2 góllal eddig a mérkőzésen. Győri, Kósa, a Varsandán jön be a bal szélső falba, hogy az ilyenkor szokott lenni ember hátrányban játszó csapatból, bár most a falból aztán kijön a 7-es számú Kardos Róbert, és úgy látom, hogy Gávai Ferenc most kér időt. Egyébként hozzáteszem, taktikai szempontból nagyon-nagyon helyesen, hiszen nem volt passzív, ember hátrányban játszik a csapata, náluk van a labda, tehát egyébként máskor nyilván nem is lehetett volna időt kérni, csak a nála van a labda. Mi viszont most nem Gávai Ferencet nézzük, hanem Iványi Bálintot, illetve az egri csapatot. Sajnos azt nem halljuk, hogy mit beszél az egri tréner tanítványaival, de hát valószínűsíthető, hogy itt a védelmi lukakra próbálja meg felhívni a figyelmet, amit kívülről sokkal jobban lát az ember, mint esetleg belül a játékosok, akik ugye a meccs hevében, meg hát egyáltalán a támadással vannak, az ellenfél támadással vannak elfoglalva. És hát elől is, bár én úgy gondolom, hogy elől nincs nagy probléma, hiszen 8 gólt lőttünk, úgy gondolom, hogy kiváló. A félidő felénél vagyunk gyakorlatilag, ha durván is nézzük a dolgot, és 8 gólt sikerült lőni ennek a Békésnek. Tehát elől nincs gond, hátul még egy picit jobban kell, oda kell figyelni, és akkor úgy gondolom, hogy magabiztosabb lehet majd az a fölény a félidő végére. Egyébként nem vagyunk sokan itt a Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban, maximum 200 néző lehet a helyszínen. Nem tudni, hogy miért, pontosabban egy okom van, vagy egy indokom van rá, ugyanis most rendezik a Marshall bajnokok kupája Final Four-ját, a női vízilabda európai legrangosabb kupasozdának a 4-es döntőit itt az egri Bicske Jeladár-Uszodában, ahol a CETEF Eger női csapata is érdekelt, és hát pont most zajlanak a helyosztók, éppen ezért hát nem tudom, hogy lehetett volna ketté szakadni erre a két eseményre. Nem volt szerencsés ilyen szempontból az időpont időpont kijelölése. Kovács Attila is megszerzi mindeközben az első gólját, és 8-7-re módosítja az állást. Tehát a vízilabda most úgymond megfelezít a nézőket. Tehát ki tudja, lehet egyébként, hogy nem azok a nézők vannak ott a Bicske Uszodában, akik egyébként kézilabda meccsre járnak. Az biztos most nincsenek sokan itt a Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban, sőt fogalmazhatnék úgy is, hogy talán a szezon negatív néző csúcsa itt a körcsarnokban már, ami a mi csapatunkat illeti, hiszen azért volt itt már gyakorlatilag teltház is a mezőkövesd ellen, és hát rendre 4-500 néző előtt szokták a fiúk lebonyolítani a mérkőzéseiket. Na de akkor nézzük a támadásunkat, kiegészültek a vendégek is, tehát a 6-6 ellen most már ismét a felek, Kis Gergő padla egyedül, visszakapjuk a labdát természetesen, hiszen padlát már lőtték a lövés előtt, ezért sem volt ez olyan nagyon jó kísérlet. Nincs viszont passzív, hiszen lőttünk, és folyamatosan veszélyeztetünk. Juhász Károly most ezt is védi a vendégek hálóőre, ez pedig lesz egy 2 perces kiállítás, így is van, és egy 7 méteres. A találkozó első büntetője következett, tehát Gazsó Péter mehet le egy picit fújni. Nálunk pedig mindjárt meglátjuk, hogy ki fogja elvégezni a 7 méterest. Mondt az előbb említettem a találkozó első büntetőjét. Juhász Károly, tehát 3. gólját szerezheti. Meg is van, jól van. 9-7, ezzel megint 2 gól a differencia a két csapat között. Jó lenne most ezt az ember hátrány meglovagolni, és akár, hát nem akár, hanem bizonyára nagyobb előnyt kiharcolni, kicsikarni itt a második részéhez a félidőnek, hiszen nem lenne jó, hogyha továbbra is mondjuk szorosabban alakulna az eredmény. Bár még egyszer mondom, az igazsághoz hozzátartozik, hogy Iványi Bálint itt a mérkőzést megelőzően ezúttal végre kihagyhatta azt a jelzőt, hogy 1000 sebből vérzünk, mert ez már azért nem így van. De Padla József még mindig nem 100%-os, illetve Milán Kuzman a múlt heti Nyíregyháza elleni mérkőzésen kapott egy medvepuszit. Most a bal szélről lő ember hátrányból volt Kardos Róbert. Ez megint egy gól a különbség.
a differencia, és hogy az előző mondatomat befejezem, tehát Milan Kuzma még Nyíregyházán kapott egy medvepuszit, aminek érezte még a héten az edzéseken is a nyomait az egriek idegen légiósa, és hát gyakorlatilag húzta a lábát, éppen ezért nem lehetett tudni előre, közben Padla József egy elemi erejű löketet ereszt el, szenzációs gól volt. Ez a 10-8. Jól van. És hát ez a két sérült van már csak, úgymond a többiek egészségesek voltak, viszont azt mondta Iványi Bálint, hogy ez a békési csapat bizony-bizony nagyon jó erőkben áll, nagyon jó szériában vannak, önbizalommal teli jöhetnek idegerbe, és ami a legfontosabb talán, hogy minden teher nélkül, hiszen ők most nyertek egy csomó meccset, az Egerito hazai pályán esélyesebb, mindenféleképpen éppen ezért nincs veszteni valójuk, tét nélkül, teher nélkül játszhatnak. Itt egy belemenést láthattunk, megint el lehet lépni fiúk 3 góllal. Na gyerünk! A találkozó 18. percében járunk, 10-8, Kis Gergő, Juhász Zoltán, és megint védeni tud a vendégek hálóere, Ardalán, Péter. Sokadik védése ez a vendégek kapusának, szó mi szó. Kovács, Kósa, mint Kovács. Kardos jött be a falba. Nem nagyon volt most fantázia az elmúlt másodpercekben a békésieknek a játékában, azért kellett egy ilyen erőltetett lövést elindítani, hogy nehogy passzívot mutassanak a játékvezetők. Azonban itt volt egy szabálytalanság. Kósa. Váratlannak tűnő lövés, de mégsem volt az, hiszen az egri védelem az jó helyen volt, és hát a lelassuló lövést Repoldani teljesen egyértelműen tudta lehúzni. Viszont nem tudjuk kihasználni ezt az újabb lehetőséget, hogy el tudjunk menni 3 góllal, miközben egy kisebb fajta ápolásra is sor kerülhet, ha minden igaz. Győri Mátyás fogja a fejét, viszont úgy látom, hogy orvosi vagy masszőri vagy gyúrói segítségre nem lesz szükség. Folytatódhat majd a játék, innen a kapus, a 16-os számú Ardalán Péter hozhatja majd ismét játékba a labdát. Az óra az természetesen állt. És hát lassan az utolsó 10 percbe érünk az első játékrésznél. Továbbra is 10-8-as egri vezetést könyvelhetünk el. Egyelőre tehát végigvezetünk a találkozón. Volt, amikor a mérkőzés elején vissza tudott kapaszkodni, még egy-egy gólos előnyünk után döntetlen állásba a békés. Tehát az utóbbi jó néhány perc most már arról szól egyértelműen, hogy a miénk 2-3 góllal tudnak vezetni. Most jelen pillanatban 2-vel, Juhász igen ellépte. Hát a világ. Erre azért figyelni kellene. Hoztuk pedig, jöttek vissza a vendégek, de 2-1-es lerohanást simán lehetett volna csinálni. Ez pedig már pereverzi a Mihály a kapunkban. Ő húzta le innen balszélről a lövést, az itszert. Jól mutatkozik tehát be a kapuban Perverzia Mihály, az egriek rutinos vénrókája. Mindig elsütöm ezt a kifejezést, és hát mindig elmondom utána azt is, hogy bizonyára nem haragszik meg ezért a jelzőért Perverzia Mihály, de hát ha valakire lehet a mi csapatunkból ezt a megállapítást tenni, akkor az bizonyára Perverzia Mihály, és hát ez sosem bántó, sokkal inkább dicsérő szándékú kifejezés, ez a rutinos vénróka kifejezés. Padla, nem jó a középre játszás, viszont már lökték bent Szilágyi Dávidot, ezért visszakapjuk a játékszert. Gólcsend, most már hosszabb percek óta tartó gólcsend itt az egri körcsarnokban. 10-8-nál leálltak a csapatok, leálltak a felek. Kérdés, ki tud elmozdulni majd itt a góltalanságból? Hát nyilvánvalóan mi azt szeretnénk, hogy a mieink, hiszen akkor az egy 3 gólos differenciát eredményezne. Padla ki jobb szélre, Lezákáron, kapufa, kipattanó, Szilágyi, ez pedig sajnos védi Ardalán. Hát óriási lehetőségünk volt egyrészt először Lezákáron számára, hiszen jobb szélen maradt teljesen üresen, és hát egy kedvező helyről tüzelhetett volna, a kapufa azonban nem velünk volt, mint ahogy a most a játékvezetők sem, hiszen Kis Gergőt állítják ki, ez lesz a találkozó negyedik kiállítása, egyébként testvériesen osztogatják eddig a két perceket a játékvezetők, legalábbis igazságosan mindkét oldalon 2-2, ilyen 2 perces figyelmeztetést könyvelhetünk el eddig.
És visszatérve az előző zicserre, azt akartam mondani, hogy habár elsőre úgy tűnt, hogy nincs velünk a kapufa, mert kifelé pattant a labda, viszont legalább hozzánk pattant Szilágyi Dávidhoz, aki, mint láthattuk, nem a gólt, hanem Ardalán Pétert választotta. Sajnos, így pedig a közte három helyet most 10-8 továbbra is az eredmény, és ember előnyben támadhat a Békés az egy gólos differenciáért meg is van. Győri Mátyás harmadik gólja, egyébként ezzel ő a vendégek legeredményesebb játékosa. A mieinknél Padla József 4 gólos, Juhász Károly pedig 3, emellett Kis Gergő 2 és Szilágyi Dávid 1 találatot jegyezhetett. Így az egri 10 találat mindez idáig. A vendégnél tehát Győri Mátyás az, aki első számú gólfelelős szerepkörben tetszeleg ezen a mérkőzésen. Ember hátrányban, tehát támadásban Padla, Mazák, ő is nemrég állt be, Padla, hát ezt is elrontottuk, fogalmazzak így. Itt pedig a lerohanás, az ittszer és a gól. Kovács Attila a második gólja, 10-10 ezzel, Iványi Bálint pedig teljesen érthető módon időt kért. Hát az elmúlt 5-6 perc az bizony nem rólunk szólt, sajnos. Bár a békésiek is csak kettőször tudták bevenni az egri portát, de akkor is azért támadásban több kell. És amikor azt mondtam a találkozó 13. percében, 12-12. Percében, hogy a 8 lőtt gól az jó, akkor igazság szerint nem túloztam, az valóban jó, vagy nem mondtam szerintem butaságot, viszont a gond az, hogy azóta elment 10 perc, és csak kettőször tudtunk betalálni a békési kapuban. Éppen ezért, mikor az előbb legutóbb időkérésre került sor, akkor ugye Gávai Ferenc, a békési trénere élt ezzel az első félidei lehetőségével, akkor Iványi Bálint inkább bizonyára a védelemre hívhatta fel a figyelmet. Most azt kell, hogy mondjam, hogy már az előrejátékban is kell szót említeni, hiszen rengeteg a technikai hiba, a pontatlanság. Most már nem az első belemenést is láttuk, bocsánat, a lépéshibát is elkönyvelhetjük, amilyenknél az előbb Juhász Károlynál, most Padla Józsefnél láttunk már belemenést, sőt, hát az ittszereket sem úgy lőjük, úgy használjuk ki, ahogyan azt kellene. Cseréltünk egyébként a jobb szélen, Vojkovics István lépett a pályára, Lezák Áron tehát most padozik, úgymond, hogy kapott egy kis pihenőt, vagy hát ki tudja mennyit, az majd Iványi Bálint döntésén fog múlni. Mazák Lajos viszont itt ballövőben, és még mindig tart a kiállítás 10-10-nél. Most már tényleg kínosan hosszú az a gólcsend, ami hazai részről. Itt hát megtörtént az elmúlt időszakban. Padla lő messziről, na végre, Jóci, hát ilyen lövésekre van szükségünk. Padla ötödik gólja ez, és ezzel megint sikerül vezetnünk. 11-10, most egy jó védekezésre lenne szükség, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy még mindig ember hátrányban játszunk. 11-esel új ember Polgár Tibor itt a jobb lövőben. Ajaj, hát ez sajnos megint gól, és megint Győri Mátyás. 11-11. Kuzman kocog most le a pályáról. Helyette jön be támadásnál beállósba Szilágyi Dávid, és ha minden igaz, akkor ezzel most ki is egészültünk. 11-11 tehát, van még hátra 7 perc az első fél időből. Mazák, Szilágyi, Padla, Juhász Károly meggondolta magát, azt hittem már egy pillanat, hogy előre fog törni. Mazák lő, és egy Mazák gól, jól van. Hazaiak 25-ös számú játékosának ez az első gólja a meccsen, és ezzel megint vezetni tudunk. És hát azért bizonyára idegőrlő lehet az a békési csapat számára, hogy hát folyamatosan úgy alakul a mérkőzés, hogy ha ki is tudnak egyenlíteni, akkor mi mindig tudunk lépni, mindig tudunk újítani, és mindig vissza tudjuk venni azt a bizonyos vezetést. És hát most is ez volt a helyzet. 11-11-nél megint a mieinknek sikerült elmozdulni ebből a döntetlen állásból. Kapufa viszont visszakapja a labdát. A békés, Kovács, Polgár, Kovács egyedül, ellövi, váratlan volt, viszont nem pereverző a Misi számára, ő olvasta ezt a dolgot, és
rajta is volt egyébként ezen a lövésen. Megint elmehetünk 2 góllal, fiú, sőt, mi több, el kell mennünk 2 góllal, padla. És itt most lelassul a támadás, Vojkovics előtt is ott volt az előbb egy olyan kis lehetőség, amikor talán elindulhatott volna a jobb szélen a kapu irányába, azonban inkább most türelemre játszik az egri együttes. Mazák Lajos közben kiabál a társakkal, mondja, hogy mi lesz a játék. Most hosszú passzokat látunk, és hát valószínű most mindjárt indul a mozgás. Gondolom nem ez volt az előre megbeszélt taktika. Padla. Padla lő. Hozzáért egy békés játékos, így miénk marad a labda. 12-11 továbbra is a mérkőzés állása. Szoros ez a csata. Viszont, hogy az ellenfél hát nevével kicsit viccelődjek, egyébként békés egy találkozó, tehát nincs nagy feszültség, Juhász Károly, amikor pedig ilyen gólokat lő, akkor nem is lehet részünkről. Attól függetlenül, hogy volt már mindkét oldalon két-két-kettő perces kiállítás, úgy gondolom, hogy nem egy durva találkozó, sportszerűek a játékosok, és hát olyan nagyon-nagyon sok szabálytalanságot sem látunk egyébként a mérkőzésen. Kovács Attila, Polgár. Megint Kovács, Győri, Polgár, Győrire figyeljünk, hiszen 4 gólos, most már 5. A gólszerző a 3-as, Győri menetkez. 13-12, hát eddig tartott a 2 gólos előnyünk, és megint ezért harcolhatunk, ezért küzdhetünk itt elő támadásban, és hát ezért kell összecsikarni a fogakat, összeszorítani a fogakat keményen, és pontos passzokkal operálva, hogy bizony megint meglegyen ez a 2 gól, hiszen ahogy ezt már egyszer a fél idő folyamán hangsúlyoztam, jó lenne, hogyha minél nagyobb előnyben tudnánk pihenni menni. Ez egy szenzációs bejátszás, és Szilágyi elrontja. Szilágyi második zicserét rontja. Jól kezdte egyébként az egriek 8-as számú beállósa a mérkőzést, hiszen egyből gól tudott szerezni. Azóta viszont 2-szer került zicserbe, és hát nem sikerült bevenni Adrián Péter hálóját, kapuját. Polgár, nem jó a passz. Így viszont újra indul majd a támadása a békésnek. Ha nem lőttünk gólt, legalább ne kapjunk, fiúk. Jön vissza 5-össel Varsandán is, nála a labda, Polgár, Győri. Ez egy rossz labda, kidobta a pályáról a vendégjátékos. Fordulhatunk tehát megint, és megint el lehet menni 2-vel. Úgy látom, hogy gyors támadást nem akarunk véletlenül sem végrehajtani, hiszen komótosan, hát elég lassú tempóval sétáltak fel a fiúk ide az ellenfél fala elé. Juhász, padla, Juhász Károly. Padla, és ott a gól! Padla József 6. gólja, és továbbra is azt kell mondanom, hogy ellenállhatatlan. A gól király jelölt, viszont itt az ellenfél játékosa is. Győri Mátyás is hasonló címet érdemelhet ki egyelőre. Egyaránt 6-6 gólig jutott mindkét együttes az első játék részben. És hát ha az vendégek panaszkodhatnak azért, hogy nem sikerül megfogjuk Padla Józsefet, akkor mi egyértelműen ugyanezt tehetjük Győri Mátyással szemben, hiszen hát ő is 50 gólnál jár. Padla megint, Juhász, Mazák. Mazák takarásból, egy szép gól volt. Mazák Lajos szépen visszahúzta. Szép technikai megoldást választott, tehát Mazák Lajos 15-13. Jól van, pereverzi a véd. Egyébként Terenye is már a pályán, Szilágyi. Megfogják. Igen, bizony hátrébről kell elvégezni ezt a szabaddobást, hiszen hát több méteren keresztül húzták, vonták Szilágyit, aki onnan végezte a szabaddobást, ahol végül is megállt. De hát természetesen a szabálytalanság nem ott kezdődött, meg nem is odafújták le a játékvezetők. 15-13. Nem sok már, pár másodperc gyakorlatilag az első fél időből, és hát azért támadunk, hogy legyen 3 gól különbség a fél időre, azt pedig azt mondom, hogy a találkozó eddigi alakulása szempontjából nagyon nagy előny lenne. Padla József is szerencsére így gondolja. 16-13, Padla Jóci 7 gólos, az egri találatoknak hát nagy részét ő szerezte, 16 egri gólból 7-szer Padla József nevét közölhette itt a, vagy mondhatta be a helyi műsor közül. Polgár, most egy jó védekezés még a fél idő végére, fiúk, és akkor rendben lehetünk, akkor rendben lehetünk. 3 gólos félidei vezetés, az nagyszerű lenne, úgy gondolom, ezen a meccsen. Hopp, mint a belépett volna a békés játékos a vonalon belülre, a játékvezető viszont ott volt közel, higgyünk neki, hogy nem volt így.
Iványi Bálint is mutogat közben kintről. Polgár. Varsandán. Figyeljünk most, Győrinél is ott volt a labda. Győri, most figyeljünk rá. Ő azonban tovább passzolja. Na mikor lesz passzív? Semmikor. Viszont fölé. Nem. Hát fölének fölé, csak hozzáért egy egri kéz ezek szerint, és most már passzívan mutatja a játékvezető. Pereverzi elég nehezen szedi ki onnan a kapu háta mögül a labdát, a hálóból, de hát ki ne érteni őt. Győri, fölé, jól van. Áll az óra, mutatja a játékvezető is, hogy fent akadt a karzaton a játékszer. Így viszont még annyi maradt az első félidőből, egy gyors támadás végén esetleg góllal zárjuk a játék részt, akkor pedig akár 4 góllal is elmehetnénk. Egyébként a két csapat között 3 találat a legnagyobb differencia az első félidőben. Most kialakulhat talán az eddigi legnagyobb különbség, ami itt az első félidő finiséhez érkezve bizony nagyon-nagyon jó lenne, hiszen azért az megint adna egy lökést a fél időre, meg egy kisebb fajta nyugalma. Természetesen nem túl nyugtatnánk magunkat. Juhász Károly beközépre. A labdát kiszedik a labdából Juhász Zoltánnak. Nincs szabálytalanság, nincs sípszó, itt viszont Vojkovics szerez labdát, szerezne. Úgy láttam, ezek szerint a játékvezető úgy látta, hogy belépett. Vojkovics István még egy időn túli szabad dobás belefér. Na nézzük. Nem jó, a fél idő, tehát 16-13, innen folytatjuk hamarosan. Itt is vagyunk, kedves nézőnk, a második játék résszel. És akkor nézzük, hogy sikerül a második játék részben is fölényesen játszani. Ugyanúgy, mint az elsőben. Óriási fölényről persze azért nem beszélhetünk, hiszen a 16-13, ez a jellegi állás, ami ugye a 30 perc után alakult ki. A kézilabdában ugyebár 3 gól, az nem egy óriási nagy előny, gyakorlatilag 1-2 perc alatt meg lehet fordítani ezt a dolgot. Pereverzem is viszont most remekül védett megint, így akár 4-jel is elmehetünk. Kis Gergő, padla. Hát ez nem igaz, megint egy támadó szabálytalanság. Győri. Győri lő, Pereverzi a véd, viszont visszakapja a labdát Győri Mátyás, és lesz egy 2 perc. Méghozzá Padla József. Na, ő még nem volt kiállítva a miénktől. Megint ember hátrányban, tehát a miénk, és így kell elkezdenünk a második játékrészt, hogy kevesebben vagyunk 2 percig. Feltéve, hogyha nem lesz addig újabb kiállítás. Ambrus. Ki a jobb szélről, nem lehet bemenni. Kósa. Győri. Ambrus. Ambrus megpróbálná bejátszani oda a beállósnak. Bazsó Péternek, de Juhász Károly és Kis Gergő együttesen jól őrizte a vendégek beállósát. Ez belemenés, így van, így van, így van. Jól védekeztünk, a békés játékos pedig elég nagy butaságot követett el, hiszen hát gyakorlatilag az állófalba belerohant, beleugrott. Viszont most komótosan, lassan, szépen fel lehet építeni a támadásunkat, hiszen az idő nekünk dolgozik. Egyrészt azért, mert vezetünk 3 góllal, másrészt pedig azért, mert ember hátrányban játszunk. Juhász Károly, Kis Gergő. Granzsan Gábor is bent a pályán a miénknél 5-össel. Ő is beállt át a fél időben bal szélre. Kapufa! Nem volt kis löket Juhász Karcsitól. Jól meg tudjuk állítani a gyors lefutását, leindítását a békésnek, viszont azért résen kell lennünk, hiszen ott van az ittszer, és ott van a gól sajnos. Kósa Balázs. Ugyan kezdett Kósa a vendégeknél, azonban gólig nem jutott az első fél időben. Most már igen, 16-14 az állás. Kis. Juhász. Granzsan. Mazák Lajos, Kis Gergő, majd Juhász Károly. Padla ugye még továbbra is lent van, tehát a első számú gólfelelősünk most jelen pillanatban nem tartózkodhat a pályán.
azért tőle nem várhatjuk a gólt, viszont ott vannak a társak, tőlük meg igen. Mazák, Kis Gergő, ugyanakkor a feladat nehézségé szintjét jelzi az, hogy egyre kevesebben vagyunk. Vojkovics elveszik a labdát. Egyenlített, nem bocsánat, visszajött egy gólra a Békés. Ambrus egy átlövési kísérlet, nem is volt rossz. 16-15, na hát azt az ember előtt úgy tűnik, hogy remekül használja ki eddig a Békés, hiszen 2-0-ra tudják lehozni ezt az időszakot a vendégek, és hát ezzel sikerült, hogyha fogalmazhatok így, visszajönniük a meccsbe, bár még egyszer mondom, 3 gólos differencia azért kézilabda sportágban itt a fél időben, nem egy óriási előny, nem egy egetverő előny, de hát akkor is most még szorosabb az állás, hiszen eddig a második játékrészben csak Békési gólnak, vagy Békési gólt láthattunk, majd nem azt mondtuk, hogy Békési gólnak örülhettünk, de hát elég érdekesen hangzott volna az a számból. Természetesen annak nem örültünk, annak viszont örülnénk, hogyha előbb-utóbb most már mi is betalálnánk az ellenfél kapujába. Padla már a pályán, kiegészültünk. És megint egy eladott labda. Egyenlített a Béki és Ambrus. Ambrus egyedül nem. Elpasszolja. Vojkovics pedig nagyszerűen szerez labdát, nagyszerűen építjük aztán fel az Itzert, és aztán hát Juhász Károly, inkább nem mondok semmit, hogy mit csinált ezzel a labdával. Aztán persze Juhász Karcsi a bíróra nézett. Na hát akkor itt lehet javítani, Karcsikám. Így van. Azért Juhász Károly ritkán hibáz két Itzert egymás után. Ezt láthattuk most is. Megint 2 gól közte. Ambrus. Győri. Megint Ambrus és Győri. Kósa. Következő időkérésnél egyébként majd a forduló mérkőzéseivel kapcsolatban is lesz egy pár érdekes információ, hiszen játszottak már le mérkőzéseket. Ez fölé, de csak azért, mert egy egri játékos jól blokkolt. Minden bizonnyal kaput fogott volna ez a kísérlet, és hát jobb egyébként, hogy így alakult, hiszen aztán ki tudja, hogy ha kapura megy a lövés, akkor mi lett volna a vége. Így viszont csarokdobással folytatja a Békés, és megint zárkózhatnak egyre, hogyha gólt tudnak lőni, de Pereverzia ott van, védi a röviden a lövést, az Itzert, ott közben volt egy szabálytalanság, azért talán ki is lehetne állítani, most állítják meg a játékvezetők a játékot, és utólag jár a 2 perces kiáltás Ambrus Józseftől, akinek ez a második hibája. És most egy nagy piros pont a játékvezetőknek, akiket egyébként oly sokszor szoktam szapulni. Hiszen adták azt, hogy az Itzer tovább vigyük a támadást, hiszen lendületben voltunk, és utólag itt a Kis Gergő rontott Itzere után ítélték meg ezt a 2 perces kiállítást. Tehát ember előnyben játszhatunk 2 percig. Jó lenne, hogyha mi is hasonlóképpen tudnánk élni ezzel a lehetőséggel, mint itt a fél idő elején a Békés. Ők ugye 2-0-ra hozták le ezt a periódust. Ha nekünk is sikerülne ezt, akkor halka jegyzem meg, sikerülne 4 góllal meglépni a vendégektől. 4 gól pedig még ezen a mérkőzésen nem volt a két együttes között. Viszont mi vagyunk hozzá közelebb, hiszen továbbra is 2 góllal vezetünk. Polgár. Kivesszük most innen Győri Mátyást a játékból. A kipattanó a miénk, megint Pereverze a véd. Egyébként Pereverze Mihály mióta beállt az első fél idő második felében. Ott az újabb gól. Padla József. Jól van, megint 3-mal vezetünk. Egyébként azt akartam mondani, mióta Pereverze Misi a kapuban áll, azóta elég sokat védett. És azért ez mindenféleképpen pozitívum, hiszen ugye mindig tudjuk, hogy a védelem alapja egy jó kapus. És hát Repódaninak is voltak védései, nem erről van szó, viszont most Pereverzia Misi egyértelműen úgy látom elkapta a fonalat itt az első fél időben. Ezt a szintet pedig sikerült erre a második fél időre, és eddig átmenekítenie ezt a formát. Reményeink szerint a későbbiekben is találkozó hátralévő részében is jó lesz. Passzívan közben el kell lőni a vendégeknek, nem tudják ellőni. Ez azt jelenti, hogy jó egri védekezést láthatunk megint. És elmehetünk 4-gyel a találkozó 38. percében, amikor is már csak 20 másodperc az ember előnyünkből. Tehát ki lehet használni egy 2-0-val akkor ezt az ember fort, fiúk, és akkor 4 góllal meg lehetne lépni 18-15-nél. Vojkovics, Padla, Kis Gergő, most ő bent középen, Juhász Károly ballövőben. Jön a mozgás, le jobb szélre, Vojkovics, Kis Gergő, Kuzman felével, bocsánat.
mindjárt kiegészülnek a vendégek, Vojkovic, padla Kis Gergő fölé. Sajnos fölé, és így nem tudtuk kihasználni ezt a lehetőséget, arra, hogy ellépjünk 4 gólra. Na de se baj, kiegészültek a vendégek. Ha nem tudunk gólt lenni emberelőnyből, már egyet lőttünk azért hozzá, teszem, akkor majd lövünk. Most így egyenlő létszámmal. Győri, Ambrus. Győri megint. Jól van, jól álljuk a sorat, jól védekezünk most. Ambrusra figyeljünk, és gól. Pedig Pereverzia érezte, hogy hova fog menni, de sajnos nem tudta kitornázni. Ambrus József harmadik gólja ez. Ezzel 18-16, megint 2 van közte. Juhász. Bent van most már Nyeste is 28-as sorat balátlövőben. Padla pedig egy újabb nagy gólt lő. Padla József 9. gólja ez, elképesztő, hogy termeli ezeket a találatokat a mai meccsen. És hát nem véletlenül első számú esélyes a gól király címnek Padla Jóci, hiszen hát tudjuk jól, hogy milyen lövő ereje van, és milyen lövő kedve főleg ez. Egy eladott labda, viszont visszakapja a játékszert a Békés. Győri, Ambrus. Itt eltüntette bent Erenyei Ákos az egyik Békés játékost. Jóval védekezés, és hát igazság szerint, mikor ősszel, az őszezon végén Iványi Bálint Erenyei Ákost hazacsalta, hazacsábította és visszaigazolta Idegerbe, akkor pontosan az volt a szándék, hogy kicsit keményedjen a védelmünk, hiszen volt ott baj bőven, és a Terenyei Ákos tudjuk, hogy nem éppen cica lelkéről ismert itt a kézilabda pályán. Bizony, amikor oda kell lépni, akkor oda lép, akkor oda áll, és hát az ő mentalitásával, az ő felfogásával bizony lehet azért keményíteni ezt a falat, ezt a védelmet. Ezt láthattuk most is, hogy ott igazából a beállósnak már nem sok esélye volt az Egiek, mondjam, így ritka hajú játékosával szemben. Terenyei, tehát jól oldotta meg ezt a szituációt. Padla, Juhász Károly, megint elmentünk 4-gyel. Sőt, 4-gyel még nem mentünk el, most mehetünk el először 4-gyel, és elmegyünk 4-gyel. Juhász Károly, 6. gólja ez. És összességében ez a 20. egri találat, 20-16. 4-gyel még nem vezettünk a mérkőzésen, ez tehát a két csapat közti legnagyobb differencia itt az első fél idő után, sőt, hát egyáltalán a mérkőzésen. Jól van. Úgy tűnik, hogy szépen tudatosan építjük fel egyre magabiztosabban ezt az előnyt, és hát kézben van ez a mérkőzés. Persze vannak hibák védekezésben, támadásban is, de hát azért egy MKB Veszprém is hibázik, és hát nagyszerű Pereverzia védés megint. És hát ha már a Veszprém jutott szóba, hát sajnos nem sikerült a bravúr, nem sikerült a címvédő kiült kiejteni a Bajnokok Ligája negyed döntője visszavágóján az MKB Veszprémnek, így megint nem jött össze a négyes döntő, a Final Four, a legrangosabb európai kupasorozatban. Németországi egy gólos vereség után a visszavágón is egyel kapott ki a Veszprém sajnos, pedig hát gyakorlatilag a találkozó 45.-46. percéig simán vezettünk több góllal is, aztán valami megváltozott, jött a kill. Jöttek a játékvezetők, a dámi játékvezetők, amit annyian bírálnak egyébként azóta is. És hát sajnos a Kiel kiejtette a Veszprémet. És hát ezt azért mondtam el, mert hát az előbb azt mondtam, hogy persze olyan szinten is vannak hibák bőven. Persze nyilván ott olyan ellenféle szemben is. Kovács Attila harmadik gólját láttuk közben, és egy újabb 2 perc. Méghozzá megint Padla Józsefnek. Padla Józsefnek figyelnie kell, hiszen ez a második hibája. Juhász Károly, újra ember hátrányban tehát a miénk. 4 kiáltás volt egyébként az Egere csapatától, és 3 a Békéstől, mint egy eladott labda. Ezek azért könnyelmű dolgok, fiúk, és ezekkel lehet visszahozni a Békést a meccsbe. Itt is van egy zicser, és itt is van egy gól.
éppen hogy csak becsorgott. Farkas Bálint második gólja ez, és ezzel az előző négy gólos hátrányukat most már megfelezik a békésiek. 20-18. Hát jó lenne nem visszahozni őket a meccsbe, srácok. Vojkovics, Juhász. Mazák. Váratlan lövés, viszont nem lepte meg ezt Ardelán Pétert. Sajnos megint kimaradt, tehát egy lehetőség, és ami ennél veszélyesebb, hogy még nagyobb lendülettel érkezik a békés, sőt, mi több, be is lövik. Kovács Attila. 20-19, 20-16-ról, tehát eladjuk a négy gólos előnyünket, és már csak egyet őrzünk belőle. Hát kár volt ezért. Olyan sokáig, olyan nagy erőfeszítéssel dolgoztunk pedig ezért a négy gólért, és hát tessék, egy gyakorlatilag másfél perc alatt elszórakozzuk ezt a viszonylag magabiztosabb fórunkat. Mazák, Nyeste, Juhász, Legrangzsonnak a bal szélre. Kellene egy nagyon-nagyon megnyugtató gól, Nyeste lő, na végre! Nyeste Balázs, az első gólja. Egy 19, hát ez nagyon-nagyon kellett. Mutatnám az is, hogy hiányzott, mint MTK-nak a jegybevétel. De hát valóban nagy szükségünk volt erre a gólra. Ambrus, Győri, jól van, Kis Gergő most nagyszerűen védekezett. Nem hagyta, hogy a beállósig eljusson a labda. Juhász Károly robog előre, Juhász lezicserbe. És nem igaz, Vojkovics viccerét kiüti Ardelán Péter, sokadik vendég, bravúr is. Egyébként a kapusok egyelőre jól védenek. Én úgy gondolom, hogy ahogy elmondtam az előbb is, Pereverző Mihály remekül védi az egri kaput, de ugyanez elárulható a vendégek hálóőréről is, Ardelán Péterről. Juhász. Vojkovics. Mozák, elég kockázatos átadás volt ez. Milán Kuzman bent a falban próbál magának helyet törni. És már sajnos beléptek. Egyébként Domokos Dusán már a vendégek kapujában egyessel. Ő is jól véd. Ambrus. Megint a közte egyért támad a békés. És hát nem mondtam ugyan, de gondolom a kedves nézőnk is észrevették, hogy 6 mezőnyjátékossal vagyunk ismét a pályán. Kiegészültünk tehát Padlajócival, aki most védekezésben nincs a pályán. A támadásban minden valószínűség szerint vissza fog majd térni a társak közé. Megint jó volt a védekezés, kifelé lökte Juhász Karcsi itt az embert. Ambrus. Varsandán. Ajaj, Terenyeit ki fogják küldeni. Igen, kilöktanul a falból Terenyei Ákos az emberét sajnos. Most azt kell mondjam, kedves nézőim, hogy erre nem nagyon volt szükség, nem tudom mennyire lehetett behallani, hogy Iványi Bálint mit mondott Terenyei Ákosnak. Remélem, hogy sem ennyire, mert akkor bizony itt hát lehet, hogy ilyen 18-as karikát is ki lehetne tenni a közvetítésünkre. Annyi viszont bizonyos, hogy Iványi Bálint most nem dicsérte meg Terenyei Ákos. Teljesen fölösleges szabálytalanság volt. És hát látjuk, hogy mi van belőle. Ambrus József szerzi meg csapata 20. saját maga 4. találatát. 21-20. Hát nem nagyon akarunk el lógni a békésről. Békéstől, és hát már csak 14 perc maradt hátra a találkozóból. Úgy tűnik, hogy a hajrá is szorosan fog majd alakulni. Padla. Juhász Károly. Kis Gergely. Juhász Károly, kellene egy megnyugtató gól. Karcsi, így van. Juhász 7. gólja ez. 22-20. Jól van. Megint van 2 közte, de hát ember hátrányban játszunk, és hát folyamatosan, most gyakorlatilag ez a forgatókönyv, hogy sikerül elmennünk 2-vel, aztán utána lő egy gólt a békést. Na tessék!
Na tessék. Varsandán áron, ő is már rég talált be, még valamikor az első félidő elején, viszont kettőször akkor, 22-21, megint egy gól a differencia, és még mindig ember hátrány. Lezárk áron, most visszajön jobb szélre, a mérkőzést ugye ő kezdte ezen a poszton. Gólt még nem szerzett. Véletlenül Ivány Bánt nem fog most időt kérni ebben a szituációban, hiszen hát látható, hogy meg érezhető, hogy szoros lesz a végjáték, és hát ilyenkor azért az edzők szeretik azt az egyetlen egy időkérésüket ellőni olyan szituációra, amikor a vége felé ilyen szoros játék keletkezik. A kispadon közben kap egy sárgalapot reklamálásért Gávai Ferenc. Ő úgy érezte, hogy ezt a labdát neki kellett volna ítélni a játékvezetőnek. Ott azért volt egy lökés, tehát én úgy gondolom, hogy most jól ítéltek a sípmesterek. Padla, Juhász Károly. Padla lő takarásból, véd Domokos. Padla hosszú, de után hibázik most. Terenyei próbál védekezni. Pereverze Mihály megint véd, viszont volt itt megint egy szabálytalanság, ami miatt visszakerül a labda a Békéshez. Kovács. Kovács egyedül próbált volna betörni. Jól van, Varsandál lövését védi, megint pereverzi a Misi. Ezekben a percekben most ő ment meg minket attól, hogy ne egyenlítsen a Békés, hiszen 22-21 az állás, továbbra is csak egy gól van közte. Hát szoros lesz még ez, szoros lesz a vége, úgy tűnik ott volt 4 góllal vezettünk, ott volt utána sajnos egyből egy kis rövid zárlat, amit ki tudott használni a Békés, és hát ezzel gyakorlatilag visszajöttek a meccsbe, és megint teljesen nyílt a találkozó. Sajnos ezeket a kulcspontokat a mérkőzésen egyelőre nem tudjuk olyan szinten kihasználni, hogy markáns, tetemes előnyt tudjunk belőle összehozni. Kis Gergő, de fontos gól volt. És még egy 2 perc, jól van, hát ez így akkor a legjobb. Polgár Tibor. Őt először küldik ki a játékvezetők. 10 percnél és 8 percnél állunk egyébként. 5 Egri 2 perc és 4 Békési 2 perc. Most viszont megint emberelőnyben játszhatunk és a 2 góllal vezetünk. Hát megint ott van kecsegtet a lehetőség, hogy egy nagyobb lehetőség, nagyobb előnyt sikerüljön kihasználni. Hát ez nem igaz. Elszórjuk a labdát, és megint pereverzi a Misi kell, hogy megmentsen minket. Az előbb is zicserből tudott lőni. A 14-es számú Varga Antal, de hát akkor a rövid kapufa mentett meg minket. Utána viszont egy eladott labda révén pereverzi a Mihály. Néha nem értem, hogy mit csinálunk a pályán, de gondolom így van ezzel Iványi Bálint is, hiszen gyakorlatilag ember előnyben voltunk, és egy kipattan után, ami már nálunk volt, hogy tudtuk eladni a labdát a saját kapunk előtt? Talány. Viszont ez már a történelem szerencsére a múlt. Foglalkozunk a jelennel, és azzal, hogy 3 góllal megint el lehet menni. Juhász Károly beközépre, Szilágyi kiesik a kezéből. Viszont volt egy szabálytalanság, jól van, jön egy 7 méteres. Egyébként a találkozó második büntetője fog következni. Nem nagyon adtak rá okot a játékosok eddig, hogy sok 7 méterest ítélnek a játékvezetők, ők pedig csak úgy jó felségből nem fognak ide-oda fújogatni, hát ez csak hogy a statisztikában ez is megmutatkozzon. Juhász Károly! Ott a gól! Juhász Karcsi 8 gólos ezzel, és 3 gólos az Egri előny. Jól van, jól van, jól van! 2 Egri toplövőnk megint hozza a formáját, Padla 9 gól, Juhász Károly 8 gól, a 24 Egri gólból 17-et ez a két játékos szerzett. De hát tudjuk jól, sajnos ezért szokták azt mondani az Egri csapatról, hogy így ez nagy gól volt. Kovács Attila emberelőnyből, vagy emberhátrányból talált be. Azt akartam mondani, hogy ezért szokták az Egri csapatról néha mondani, hogy kétszemélyes csapat, mert hogyha Padlának vagy Juhász Károlynak nem megy, akkor gyakorlatilag megvan ölve a játékunk, akkor nem nagyon tudunk gólt lőni, legalábbis markáns mennyiségben nem.
padla. Még tart az ember előny, de már nem sokáig. Juhász Károly, Kis Gergő, ezt most szépen gyorsan játsszuk meg, a gyejtés! De hova? Kár érte. Pedig ez most nagyszerűen végig volt játszva ez az emberelőnyös játék. Kiegészültek a vendégek mindeközben. Juhász Zoltán elindult egy pillanatra. Azt hittem, hogy odaérhet a labdáért, és elcsipeti majd a játékszert. Nincs meg azonban Varsandán. Ajaj, jól van. Kis Gergő veszélyesebbnek tűnt, azt hittem, hogy esetleg szigorúak lesznek a játékvezetők, de szerencsére nem. Kovács. Győri. Le a jobb szélre. Győri Mátyást, aki egyébként sikerült visszafognunk itt a második fél időben. Perreverzia azért megfogja. De jár a szabad dobás, ott a levegőben már lökték a békés játékost. Lassan passzív, viszont most kell figyelni, fiúk. Így van, így van, így van. Jó és kemény a védekezésünk, nem nagyon engedjük közel a kapunkhoz a békést. Jön valószínűleg az elzárás és a lövés. Győri Mátyás lő, jó a blokk, Perreverzia pedig elcsípi. Na jól van, most ez egy remek védekezés volt, srácok. Kevesebb mint 8 perc a mérkőzésből, 24-22, két gólos az előnyünk. Legyen 3, legyen megint 3, fiúk, és akkor jó lesz. Padla, jobb szélen egyébként közben cseréltünk. Ja, nem cseréltünk, Lezákára még mindig a pályán, jól van, bocsánat, ezt már ugye megosztottam, ezt az információt önökkel. Padla, Juhász Karcsi, megint Padla, Nyeste eddig egy gólt lőtt, ő is jó lenne, ha még, legalább egyszer, és be is talál, jól van! Nyeste Balázs, hát hogyha ez ilyen kívánság műsorba megy, akkor én minden egyes támadásnál fogom ezt mondani, vagy esetleg olyan játékosoknál, akik még szintén nem lőttek sok gólt. Nyeste Balázs most másodjára talált az ellenfél kapujába, ezzel megint 3 gól a különbség, 25-22. És hát azért egyre inkább fogy az idő a mérkőzésből, már nem sok van hátra. A békésnek kell futni az eredmény után folyamatosan, és most is ők vannak bajban, 3 gólos hátrányban kell támadniuk, és csökkenteni ezt a különbséget, és sikerül is. Varsandán Áron. Óriási gól volt egyébként ez is, és hát hihetetlen pontos löket volt. Ez egy bravúros gól volt, én azt mondom, hiszen amilyen kis területről megkapta a labdát, és egyből felugorva lőnie kellett, ez technikailag nem volt semmi Varsandán Árontól. Meg kell jegyeznünk. Na de hát megint támadhatunk a közt a háromért. Padla, Nyeste. Akkor azt mondom, Nyeste két gólt lőtt még, csak lőjön. Hát itt van megint! Nyeste Balázs! Jó van, hát akkor csináljuk ezt, hogyha ez bejön, akkor bejön, akkor ezt fogjuk csinálni. Megint egy fontos lépés a győzelem felé, hiszen minden egyes gól az egri győzelmet erősíti, pontosabban annak esélyét. De hát minden egyes békési gól viszont tartja még a lelket a vendégekben. 13-assal Farkas Bálint harmadik gólját szerezte, 16-14, utolsó 5 perc kezdődik. Nyeste. Hát jó, akkor elmondom. Nyeste Balázs még csak 3 gólt lőtt. Milyen jó lenne, lőne még egyet. Nyeste. Padla. Megint Nyeste. Padla lő. Mellé. Hát most nem jött be. Sajnos úgy tűnik azért minden egyes egri támadásra nem tudjuk eladni ezt a trükköt, eljátszani ezt a kis trükköt. Figyeljünk, ne engedjük belőni őket! Repó Dani jött vissza a kapuba, és egyből védésen mutatkozott be, ami tudjuk jó, hogy a kapuscsere után mindig nagyon-nagyon fontos lélektannal bír. Hú, na jó van, 26-24 fiúk, ezt a hátralévő 5 percet, kevesebb mint 5 percet ki kell valahogy húzni, és akkor megvan a két pont, akkor megint szusszahatunk majd egyet, és a tabellán megint, ahogy ott a bevezetés során elmondtam, nem kell majd hátra nézni, forgolódni, hiszen 3 ponta el tudunk lépni a hatodik békéstől. Padla, Nyeste lő, és a kapufa külső éléről vágódik ki az alapvonalon. Túra a labda, feljött egyre a békés. Győri nem kapja meg, volt egy szabálytalanság. És Gávai Ferenc kér időt. Igen, a végéhez érkezik a mérkőzés. És hát ha már az előbb úgy fogalmaztam, hogy majd egy pár információt a fordulóval kapcsolatban megjegyzek önöknek itt a mérkőzés
második félidejének első időkérésén, akkor megteszem. Az NB1B keleti csoportjának 19. fordulóját rendezték a hétvégén, vannak már eredményeink is. A Balassa gyarmat Törökszent Miklós 31-29-el ért véget, ezért is mondtam, hogy mivel kikapott a Törökszent Miklós, éppen ezért lehet esélyünk még akár a dobogós helyezés megcsípésére is. A Balassa gyarmat tehát nem csak minket tréfált meg hazai környezetben, hanem a Törökszent Miklóst is. Az Ózd Nyíregyháza mérkőzésen is közel volt a meglepetés, az Ózdi együttes ugyanis csak egy góllal kapott ki hazai környezetben a Nyíregyházától. Az is nagyon jó eredmény lett volna nekünk, hogyha a nyírségiek pontokat hullajtanak Borsodban. Nem így történt, a Balmazújváros viszont maga biztosan nyert otthon 33-22-re a Hajdunánás ellen, akár csak a Mezőkövesd, a Lajos Mizs ellen, egy 15 pontos győzelem 38-23 a Matyó klubtól, és a Gödöllő Hajdúböszörmény meccs 27-23-mal záródott, mindez azt jelenti, hogy a Mezőkövesd előnye megmaradt 3 pont a Balmazújváros előtt a tabellán, és mivel ugye 22 mérkőzést bonyolítanak le az NB1B keleti csoportjában, ez pedig a 19. játéknap volt, az azt jelenti, hogy már csak 3 mérkőzés van hátra a szezonból, nekünk egyébként már csak 2, hiszen a Lajos Mizs elleni mérkőzést, ahol hát magabiztosan nagyon simán nyertünk, azt előre hozták, és hát azt a találkozót hamarabb játszottuk le. A Mezőkövesdnek viszont 3 mérkőzésből, ha jól számolom, akkor 3 pontot elég szereznie ahhoz, hogy megnyerje az NB1B keleti csoportját, és visszajusson egy év után az NB1-be. Egy kínai, azonban ezt olvastuk, jól van, lezárk, Juhász Zoli, döntsük el, így van, Juhász Zoltán a gólszerző. Egy nagyszerű labdaszerzés után lezárk, aztán Juhász Zoltánhoz passzolt, és megvan a 27. egri gól, 27-24, hát természetesen nincs még ezzel eldöntve a meccs. Az előbb nyilván a kicsit a hív, illetve az elfogultság beszélt bőlem, hogy döntsük el, hát nem döntöttük el a meccset, de komoly lépést tettünk a győzelem felé ismét Juhász Zoltán nagyszerű góljával, jól van, 27-24, nem sok van már. Kapufa, a kipattanó pedig a Békésé. Nem, a miénk, így van. Kis Gergő ugrott a legmagasabbra, és hát utána már szabálytalankodtak vele. Megkaptuk a labdát, itt pedig, ahogy Kis Gergő kocog le, láttuk a vigyort, a mosolyt az arcán, nem véletlen, ő is érzi talán, hogy ez a meccs már nagyon közel van ahhoz, hogy meglegyen. Valamivel több mint 3 perc a találkozóból, 4 góllal talán el is mehetünk még. Juhász. Elég érdekesen nyitottan videkezik most a Békés, de hát gondolom, hogy a labdaszerzés a céljuk most ennek. Juhász Zoltán, beledomokosba. Nem sikerült tehát 4-jel elmenni, a Békés viszont faraghatja hátrányát. Varsandán. Ambrus. Jó van, nem tud a Békés gyorsan támadást befejezni. Közben látjuk, itt Nyeste kiszedi Győri Mátyást a védekezésből, a játékból. Varsandán kap egyet, ott a labda jobb szélen. Jó van, nem tudnak lövése fordulni a vendégek. Itt viszont egy lövés takarásból láb volt, ezért visszakapja a labdát a Békés. Viszont hát a játékvezetők legalább nem fújtak szándékos lábot. Szerintem szó nem lehetett erről. Kovács, nagy gól. Így viszont még maradnak a végére izgalmak, hiszen ezzel 27-25, valamivel több mint 2 perc még a mérkőzésből, fiúk. Hát én úgy gondolom, hogy ha egy gólt sikerül lőnünk, akkor gyakorlatilag megvan. A döntetlen már biztos. Na, hát lőjünk akkor gólt. Padla. Megint próbál kintebb lépni, nyitottabban védekezni a vendégcsapat. Nyeste! Ott a gól! Nyeste Balázs! 4 gólos, és itt a hajrában egyértelműen az egyik nyerő embere, hiszen Juhász Károly és Padla József is rég talált már be. Nyeste Balázs viszont a kezébe vette a dolgot, és hát úgy tűnik, hogy eldönti a mérkőzést. Viszont még egyelőre mindig nem az, nem mondhatjuk 100%-os bizonyossága, hiszen Győri Mátyás megint betalál. 28-26, megint 2 van közte. Azért figyelni kell még itt a végén, fiúk, figyelni kell, jó lenne, hogyha nem szúrnánk el. Iványi Bálintnak mellesleg hozzáteszem, van még egy időkérés lehetősége, amint kimondom, él is ezzel az egriek mestere. Gondolom én, hogy Iványi Bálint most azt fogja elmondani a fiúknak, hogy figyeljük az órát, támadásnál próbáljunk passzívig játszani, és akkor valami, ha lehetőleg góllal befejezni a támadást, hiszen az idő, még egyszer mondom, nekünk dolgozik, 2 percen belül vagyunk a mérkőzésen.
viszont 2 gól a differencia, tehát elvileg még a pontszerzés lehetséges vendég részről. Természetesen mi hallani, tudni nem akarunk erről a verzióról, erről a megoldásról, erről a lehetséges képletről. Gólt kell lőni, én azt mondom, és akkor megvan a meccs. Még egy gólt, ha lövünk, fiúk, akkor zsebben a találkozó, akkor megvan az újabb 2 pont. Gondolom, hogy Iván Gyvánt is erre hívta fel a figyelmet. Hátul keményen, védekezésben, keményen, szilárdan kell állni a sarat. Elő pedig nem tudom, hogy de valahogy még egy gólt passzírozzunk be a Békésiek kapujába, és akkor megvan a mérkőzés. Akkor biztosan meg lesz. Időkérés után Gronzson Gábor is ismét itt a pályán. És ő fogja elvégezni ezt a szabad dobást, hiszen Iványi Bálint egy falt után kérte ki a második időkérésre tartogatott idejét. Második félidőre tartogatott idejét. Igen, padla. Gronzson. Eladjuk. Fiúk, figyeljünk oda, Domokos indít. És jön előre, Nyeste ez labdát, Nyeste Balázs, el lehet dönteni! Nem igaz! Domokos óriásit védett, viszont pekhére a plafont érte a labda. Végül is így sem járunk akkor rosszul, hiszen nálunk marad a labda, és még mindig 2 van közte, de hát akkor is. Jobban örültünk volna a gólnak, én úgy gondolom, hiszen azzal gyakorlatilag pontot tettünk volna a mérkőzés végére. Gronzson, megint eladja, nem? Fú, de szoros volt. A vonalra lépett Juhász Karcsi. Újabb esély a Békésnek. Varsandán indít. Varsandán lő. Repót véd! Jól van. Megvan a labda. És most már azért lassan azt kell mondjam a mérkőzés is. 20 másodperc marad a találkozóból. Ezt már megnyertük. 28-26. Zuga Vastaps, az eddig Dr. Kemény Ferenc sportcsarnokban. Azért megérdemlik a fiúk bőven, hiszen nem egy akármilyen meccs volt, de végigvezettünk egy jó erőkből álló Békés ellen. Itt még egy kínai figurát akartunk volna megetetni, és hát lehet, hogy csak egyel fogunk nyerni, hogyha ezt betlövi Győri Mátyás, belövi. Ez viszont a találkozó vége, kedves nézőink. 28-27, egy gólos egri győzelem a Békés elleni rangadón, de hát ezzel sikerül 3 ponttal meglógni a 6. helyen álló Békéstől, és még 2 mérkőzésünk marad a szezonból, hogyha lehozzuk őket, akkor talán, halkan mondom, talán még a dobogóra is lesz esélyünk. Azonban ez már nem elsősorban rajtunk múlik,